Rákóczi Ferenc óta talán egyetlen honfitársunkról mondhatjuk el, hogy magyarként vált ismerté Európa uralkodói és vezető politikai személyiségei előtt. Andrássy Gyula, az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere valós politikai befolyással rendelkezett. Részt vett a kiegyezés előkészítésében, nádorként főszereplője lett a koronázásnak, sikeres miniszterelnökként, majd birodalmi külügyminiszterként a köznép körében is népszerű lett. Külügyminiszterségének csúcsa az 1878-as berlini kongresszus volt, mely visszaszorította az orosz befolyást a Balkánon. Nekünk, magyaroknak, ő a kiegyezés utáni első miniszterelnök, a modern állam megteremtője. Amikor hosszú betegeskedés után 1890-ben meghalt, mindenki elismerte, hogy a nemzet kivételes tehetségű politikusát veszítette el. Érdemeit törvénybe iktatták, és intézkedtek, hogy emlékét Budapesten látványos köztéri alkotás őrizze. A pályázatot Zala György nyerte, akit kora elismert emlékműszobrászának tartottak. Az avatásra 1906. decemberében került sor. A kiírás szerint, ha azt veszük alapul, a feladat az volt Zala György eredeti szobrához legközelebb eső, megközelítő rekonstrukciót kellene végezni. Volt bennünk egyfajta kíváncsiság, egyfajta szinte gyerekes naivitás és könnyed vállalkozó szellem ahhoz képest, hogy időközben derült ki, hogy milyen volumenű feladat találunk szemben. A nehézségek abból fakadtak, hogy az eredetiről elég hiányos információink vannak. Valamilyen mennyiségű és minőségű régi fotó van, ezekből lehet bizonyos nézeteit a szobornak kideríteni. A részleteket kitalálni kellett, van benne valamennyi invenció, ami a saját élmény vagy ismeretanyagainkból épül be, és van valamennyi tárgyi információ, ami leolvasható a fotókról. Ez egy ilyen nagyon szubjektív keveréke. Már a pályázat elkezdése előtt a csapat adott volt, tehát Engel Andrással korábban is végeztünk hasonló jellegű rekonstrukciós feladatot, mivel neki már jó néhány korábbi lótanulmánya, különféle méretű plasztikái voltak már a témához kapcsolódóan, nekem pedig ez egy feltáratlan terület volt, így pillanatok alatt megoszlott a dolog úgy, hogy akkor a lóval foglalkozott inkább, én a figurával foglalkoztam inkább. Ez sokkal jelentősebb átfedésben volt a pályázat folyamán, az illatlanság modell elkészítésénél, a kétszeres illatlanságnál ott meg már így mindenkinek a saját érintett területe volt az, ami markánsabban előtt, hogy azzal kellett foglalkozni. Egyáltalán nem lehet szokmányosnak nevezni a léptéket.
Még úgy sem, hogy az ember előtte végez egy analitikus életnagyságú tanulmány, amiből már tulajdonképpen szinte azt mondhatnánk, hogy fölnagyítva át lehetett vinni a tanulságokat. Drasztikusan másképp működik minden, pont a léptékváltás miatt. Összehasonlíthatatlanul nagyobb felületeket, anyagmennyiségeket kell felhordani, nehezebb az egészet átlátni. Más a látószöge az ember, ha odalép, akkor olyan, mintha egy nagy látószögű optikával nézne valamit nagyon közelről, ha távol megy, akkor teljesen más látszik, alul nézetből teljesen más látszik, tehát egy nagyon érdekes ilyen halmozati optikai problémát vonszolt ez az egész maga után, meg nehéz hatni egy ekkora felületre. Rengeteg energiát elnyel, fizikai energiát is elnyel, de nem utolsó sorban pszichikai energiát is elnyel, egészen másképp lehet rajta elfáradni mentálisan. Ebben személyi invenció nem kerülhet bele abban az értelemben, hogy nem komponálhatunk egy másik lovasszobrot, viszont az, hogy a nulláról anyagban meg kell valósítani még egyszer előről ugyanazt a dolgot, ezt az ember óhatatlanul a magáénak érzi, mert elejétől kezdve dolgozik és szembesül azokkal a problémákkal, és akkor is, ha azok a problémák korábban számára ismeretlenek voltak, vagy feltáratlanok voltak, egyszer csak azon kapja magát, hogy a saját problémáivá is váltak. Egy fix, általunk megszokott anatómiai rendszer más léptékbe helyezése önkéntelen egy olyan absztrakciós folyamatot indít el, ami teljesen át kell, hogy fogalmazza azt a tudást, ami addig volt éppen arról a modellről, vagy arról a dologról, amit az ember mintáz. Zala György elkészítette egy az egyes méretben ugyanezt a lovasszobrot, és ő is azt a technikát használta, hogy erről az egy az egyes méretről nagyította föl a kettő és feles életnagyságú végleges méretű szobrot. Önmagában egy lovat meg lehet mintázni, meg lehet nézni, föl lehet nagyítani, vannak erre eszközök, mi is használtunk olyan modern technológiát, ami gyorsította a folyamatot, de a ló és a figura viszonya az, ami a legnagyobb kihívást jelenti tulajdonképpen, és itt volt szükség arra, hogy egy nagyon komoly összehangolt munka legyen kettőnk között, ami évek tapasztalatából is jön, hogy ezt a két rendszert arányában, hangulatában, felületkezelésében úgy tudjuk összehozni, hogy hihetővé tegyük azt, hogy ez tulajdonképpen egy és ugyanaz a szobor és az egyetlen kéz által alkotott dolog lesz a végén. Nagyon meglátszik a szobron az, hogy kinek éppen milyen hangulata van, tehát hogyha mondjuk jól össze van hangolva a másiknak a lelkével aznap, akkor a munka is jobban megy, és elkezdenek ténylegesen egymáshoz hasonlítani a dolgot. Ha valaki egy picit feszültebb, vagy fáradtabb, vagy bármilyen ilyen különbség van a két ember lélekállapota között, akkor az azonnal mutatja a szobor is. Úgy hívják, hogy Polgár Boton. Melokko Miklós Polgár Boton. De ez nagyon nagy dolog, gyerekek, hogy egymásra akadtunk. Hát a legnagyobb szobrászi feladat a lovasszobor. Hát én is csináltam már, de méretben nem ekkorát, és hát Miklós is ugyanígy van szerintem, hogy ő is csinált lovasszobrot, de mondjuk direkt kőbe faragta, tehát nem csinált mintát. Itt viszont egy olyan dologra kellett figyelni, ami hát anatómiai pontosságú, és hát a történelmi hűség is megkövetelte ezt a fajta figyelmet. Jó érzés látni ezt a gigászi munkát, mert ez az. Ez egy gigászi munka, és az, hogy a mérnök és a felszabadult művész együtt kell legyen a három fiatalemberben. És akkor ott áll a Polgár Boton, és mintázza Andrássy Gyula arcát.
Igen, ám, de az mondjuk 20 méterről fogod látni, tehát hatóformákról is van szó. Amíg egy szobor nincs készen, addig az a szobor nem jó. Mert ha jó lenne, akkor kész lenne. Akár rongyosan mintázva, akár ilyen gondosan, ha jó lenne, kész lenne. Ez még nincs kész, menet közben vagyunk. Ghibertinek a Porta del Paradiso, ami talán 6 négyzetméter, 8 négyzetméter, több mint 20 évig készült. Erre a mostani sürgető divat adna 2 évet. Nem véletlenül az a 20 év. Igaza van Babicsnak, hogy nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Menet közben annyi minden derül ki, olyannak szót kell fogadni. Egy nagyon rövid határidőre egy fantasztikus kihívásnak kell eleget tenni a szobrászoknak. Sok kétség volt bennem, hogy ezek a fiatal emberek, fiatal kollégák tudnak ez alák lenni. Mert hogy ez a feladat. Őnekik nem egy önálló, saját lovasszobrot kell csinálni, hanem vissza kell álmodni méghozzá jól, és minél egyezőbben a zalaféle eredeti andrási lovasszoborral. És ez egy óriási feladat. Arról nem beszélve, hogy ilyen feladat nem nagyon merül fel a tanulmányaik során sem, és manapság ilyen megbízások sincsenek. 6,5 méteres lovasszobrot csinálni, ez nem jellemző manapság. Nagyon korrekt dolognak tartom, hogy nem takarták el a szobor hátsó részét, a ló hátsó részét ezzel a díszes nyeregtakaróval, hanem megmutatták, hogy hogy néz ki nyeregtakaró nélkül a ló. Azt az önbizalmat tisztelem benne, ami bennük is egyre inkább kialakul, és én csak azt tudom neki kívánni, hogy ezt ugyanígy fejezzék be, ahogy eddig csinálták. Mielőre veszed? Ne! Rá, na most én ezt így igazgattam. Teljesen benne volt a pakliba, éppen azért, mert egy politikai súlya van a dolognak, sürgősen meg kellett csinálni, hogy valami olyasmi készül, amit hát a magyar szobrászat számára és Zala György számára nem egészen elfogadható szakmailag. Most menet közben ugye már ez kiderült, hogy ez elfogadható lesz ez a szobor, de most kezd abba a fázisba érni, amikor én már érzem azt a művészi erőt, amire őszintén szólva nem számítottam. Érzek benne egy olyan kifejező erőt, ami nem csak a történelmi személyiség hiteles megtestesítője, hanem amit Zala is azt hiszem, hogy el akart érni, és talán áttételesen, vagy most már majdnem biztos, hogy ti is el fogjátok érni, hogy ez az energia, ami létrehozta a reformkor utáni Magyarországot, és jellemző volt a legnagyobb politikusaira, ez az energia még ma is sugározható. A nagy egységek rendben vannak, a mozdulatok rendben vannak, a figurák, a mintázás. Jó, még jönnek rá részletek, sok finomság, a korból származó gazdagság, ami még hiányzik belőle. A lábváltozás tetszik, egyre feszesebb a lónak a mozgása, ugyanaz a feszesség megvan a lóba, ami Andrásiba. És ami nagyon különös, hogy a lóba ez az elindulás és a visszafogás, ez megvan, és ezt teszi élővé a lóvat. A lónak arckifejezése van, de nem csak az, hanem az egész testnek a dinamikájában benne van ez a visszafogottság, indulni akarás és egy helyben maradás. Thank you.
azt néztem a kis szobron, bár ott ugye rajta van már szépen a szütyhám azon. Itt, hogy esetleg nem egy gondolattal enyhébbnek kéne lenni ennek a baloldali. Tehát, hogy befele. Egy picit elvenni belőle. Mint, szóval átszöglet. Igen, mint hogyha egy picit élesebb lenne, mint az ember szeretné. Hogy ennyire élesen nem szokott kirajzolódni egy lapocka felkar összekötés. Ha emlékeztek rá a Soltonyi Péterrel, amit beszéltünk, hogy ez ennek a lábnak a tengelye. Igen. Nem volt valahogy párhuzamban a lapockának a síkjával. Lehetséges, hogy pont annyit kellene, hogy ennek a lábnak a síkjával. Igen, tehát mintha egy picit kidőlne ott. Meg kellene próbálni. Ha a szemből nézed, akkor egy picit kijebb került az egész. Igen. Azt lehet, hogy érdemes lenne átgondolni, hogy azt még le lehet venni. Egy picit szögletes, bár ez 6-8 méter vagy 10 méter magasan lesz ez a pontja, amiről beszélünk. Hát ugye? 10 méteren lesz, úgyhogy az arányokról nagyon nehéz így beszélni, mint amikor ez fönt lesz. Igen. A legnagyobb küzdelem az az volt, hogy hol kell túl hangsúlyozni formát, és hol kell visszafogni. Tehát azért van minden ilyen lehetetlenül drabális formára véve, mert megpróbáljuk az agyunkba lemodellezni azt, hogy körülbelül ez mit fog majd mutatni 10 méter magasan, egy teljesen más anyagból ráadásul, és más színben. Tehát, ja, és napfénynél. Az ember gyerekkorából emlékszik a rajzokra, a Gulliver meg a Lilliput. Az ilyen méretkülönbséget rajzoltak mindig. A gyerekkori rajzainkban ezt láttuk, hogy ilyen különbség volt. Hát most úgy érzem magam, hogy a Lilliputban vagyok, és a Gullivert lóháton próbálom megérteni. Ez a szobor nekem különösen nagy örömet okoz. Egyrészt örülök nagyon annak, hogy ez a szép szobor visszakerül a helyére, és egy nagyszerű emberről szól ez a szobor, aki azért nagyon sokat tett a magyar haza érdekében, a művész, amikor ezt alkotta, ezt a szobrot, az Andrássy Ménesnek egyik Rigó nevű lováról mintázta ezt, és ez egy nemes félvérló volt. Én nekem nagyon tetszik, ahogy ez megszületett, és valóban egy nemes félvért lovat ábrázol, szakszerűennek is mondható az a könnyű tarkója, a szára, és nagyszerűen ül a lovas, benne ül. Mi lovasok különösen megnézzük azt, hogy a lovas benne üljön a ló közepében, tehát mélyen a nyerek közepén ül, elengedetten, puhán, mégis meghúzott derékkal a bal kezében tartja a két szárat. Nagyon hiteles és nagyon szakszerű ez a szobor így, ahogy van. Nálam van egy eredeti kép, ami szintén a ükük nagyapámat ábrázolja lovon. Délceg volt, fes volt, monarchia, nem csak hogy fantasztikus politikus vagy ember, de nagyon szép ember is volt, legendák keringenek róla. Szóval ez a büszkeség, ez látszódik, és a monumentális mérete a szobornak, az pedig lélegzetelállító. És ami még nagyon fontos, mert ugye az eredeti szobor bronzát, azt beolvasztották, és Sztálin csináltak belőle, és nagyon aggódtak valakik, hogy megint Sztálinból csinálnak, megint vissza Andrássyt, és fantasztikus, hogy ez egy szűz bronz lesz, és nem ismétel Sztálinból lett. Az angol telivéren ülő Andrássy koronázási díszmagyarját viseli. Mind a ló, mind a ruházat kidolgozása igen igényes és valósághű. A lovas portréja özvegye szerint a legjobb ábrázolás, ami valaha férjéről készült. A művet a lovas szobrok között nemzetközi szinten is a legjobbak között tartják számon.
élnék, vagy visszaélnék a lehetőséggel, hogy finoman megidézzem Székely Jánosnak egy ide vonatkozó passzusát a készséggel kapcsolatban, a kész dolgok jövőtlenekké lesznek, a kész halála a tökéletesnek, a kész megállt, és tovább nem javul. Na most ennek viszonylatában, ameddig valami tud tovább javulni, addig nincs kész. Közel vagyunk a végéhez, de ezt meglehetősen lehatárolja egy szerződésben rögzített időintervallum. Ami a legnagyobb problémát okozta, hogy tényleg az embernek ugyanúgy, mint egy hosszú távfutónak be kell osztani az erejét, hogy van az egésznek egy indulása, van és tart, és van egy vége. És hogy úgy ossza be, hogy a végére is maradjon még a sprintre egy kis erő és energia, akkor, amikor már pontosan tudja, hogy mondjuk látástól vakulásig csak ezzel foglalkozott, és meg nem állt az egészen hónapokon keresztül. A legnehezebb az, hogy az embernek elfogadni azt, hogy az a nyom, amit ott hagy azon a szobron, lehet, hogy az lesz az utolsó, és az fog ott maradni jó esetben évszázadokig. És ezt nehéz elfogadni, hogy biztos jó-e az a nyom, amit ott hagy benne, mert lehetséges, hogy mondjuk az idő lejártával már nem lesz annyi lélek jelenléte, vagy ide, hogy még egyszer ahhoz hozzájújjon. Az, hogy mennyire vagyok megelégedve, ha idézhetek, akkor lehet, hogy látok már jobb lovaszobrot, de nem tőlünk. Az biztos. Most leütjük a samottot róla légkalapáccsal, remélem benne is lesz a fej. Na itt az arca, a szeme. A teremben a öntvénytisztítás történik, ami azt jelenti, hogy a nyersen kijövő öntvényeket itt lepucoljuk, a maradék samottot leszedjük róluk, levágjuk a beömlőket, a levegőző zengúszokat, és utána lehomokfújjuk, majd egyenként még külön a darabokat lenagyoljuk. Kicsit a felületét megdolgozzuk, ezek a darabok kerülnek majd összehegesztésre. A bronzöntési munkálatokat én felügyelem, vagy én viszem, az én műhelyembe történik. Ilyen munka, ez 50 évente talán, de lehet, hogy 100 évente egyszer van, nagy feladat. Szóval ez így vonzott engem, ez az egész, ennek a szobrász és öntészeti része is. Tehát, hogy egy ekkora szobrot összehozni, összerakni, ráadásul ennyi idő alatt, ilyen rövid idő alatt, ez egy kunszt, azt lehet mondani tényleg. Az az időszak, amikor a pályázat elbírálása történt. Nagyon sokáig bizonytalanságban voltunk. És hát arról nem beszélve, hogy a Bandi, a Botond, ők az egzisztenciájukat tették rá. Én mondjuk közben csináltam az öntödét, tehát nekem az működtetnem kellett, nekem abból
Szabból megértem, de ők úgy vágtak ebbe bele, úgy dolgoztak több mint egy évig, hogy gyakorlatilag hitelből. Minden tiszteletem az övék, hogy ezt így bírták Cérnával, hogy nem veszett össze senki senkivel, nem borult ki senki, nem szállt ki senki, nem adta föl, hanem végig ment a dolog, végig tudtuk csinálni, szerintem az egy nehéz időszak volt. És aztán a mintázás során sem hiszem, vagy nem vettem észre, hogy így nagyon erodálódtak volna a kapcsolatok. Láttam fáradtságot, tehát meg fásultságot, tehát ez nem csoda. Szóval azért ez egy elég nagy stressz. Én ezt látom, hogy úgy azért egy kicsit az idegek megkoptak, de nem olyan szinten, hogy itt bárkivel összeveszett volna, vagy elmérgesedtek volna a kapcsolatok, nem vettem észre ilyet. Az öntés az most indult be igazán, és hát most látszik, hogy tudjuk tartani a határidőket, ez megnyugtató. Tudom, hogy a vége lesz a legdurvább, mert én még ilyen nagy munkát nem csináltam, úgyhogy a végén ne lett volna nagy hajrázás, az még hátra van. Zala György előtt nem kell szégyenkeznünk szerintem, az biztos. Megmerném neki mutatni, tehát nem szégyelném. Szerintem ez mindent elmond. Ebben a munkafázisban az történik, hogy a ló törzsét összeillesztjük a figura testével. Izgalmas ebben a mozzanatban, hogy más műhelyben készült eddig a ló törzs, mint a figura. Jobb, mint vártam, és rosszabb, mint reméltem. Szintén van némi torzulás, ami a hegesztésekből adódik, de nem olyan vészes a dolog. Az élet az benne van a szoborban. Az, hogy bronzba került, én úgy érzem, hogy még több életet is vitt a dologba, hogy most így kínlódni kell egy kicsit az illesztésekkel, az nem tetszik. De ez a szobor művészi kvalitása szempontjából nem releváns. Nagyon meglepő így látni, főleg egyébként tegnap, ahogy a Janó húzta át utánfutóval a már elkészült lótest elemet, ami hát tulajdonképpen a bázisának szolgál, vagy bázisként szolgál az egész szobor összeépítésnél. Most tudtuk először megnézni tényleg olyan távolságról, vagy közel olyan távolságról, ahogy majd esetleg a téren látható lesz, és elég megdöbbentő volt. Az eddigi benyomásom nagyon jó, állati szépek lettek az öntvények, tényleg várakozáson felüli, ahogy visszaadták a faktúrát. Nagy elemeknek az összerakása zajlik. Talán a legbonyolultabb része az illesztésnek, ugyanis a lótestre próbáljuk a figurát rá, és itt az eddig összerakott apró elemek, ahogy nagy egységé álltak össze, hát vannak bizonyos eltérések a keresztmetszetekben, és itt ilyenkor vissza kell kutatni, hogy honnan eredhetnek ezek. Hát ez egy sziszifuszi munka most per pillanat. Annál is inkább nehéz, mert nincsenek a lónak a lábai alatta, és nincs az, ami pozícionálja az egész lótestet függőleges vízszintes irányba. Csak azokból a jelölésekből, meg markerekből tudunk kiindulni, amiket feltettünk a szoborra annak idején, még agyagban. Akkor fogjuk látni egészben, amikor tulajdonképpen alá kerülnek a lábak, belekerül a váz,
szerkezet, az egész lótásba, illetve az a merevítő szerkezet, ami a szélnek és minden más egyéb olyan viszontagságnak ellenáll, amilyen meg esetleg a téren érheti. Most kezd szépen körvonalazódni, illetve egyre könnyebb elképzelni, hogy milyen lesz a vége. Már el vannak cizellálva elgesztési varratok, és egyre nagyobb felületek látszódnak tisztán. Egyre kíváncsiabbak is vagyunk a teljes végeredményre, illetve hát egyre több örömünket lejjük benne. Hát amit most így látok anyagban, viszont látok, az számomra reveláció értékű. Idestovalosan jó másfél éve ebben a történetben járkálunk föl alá, és nyilván már a szemünk meg is szokta azt, hogy akkor ezt így agyakban láttuk hosszú időn keresztül, és akkor ugye van még a technológiának egy ilyen egy kicsit misztikus időszaka, amikor a szobor a Samoth negatívok szétbontása után így megszűnik, eltűnik, átmegy egy alagúton, és egy ideig nincs szobor, csak a helye van, és most meg itt megint előkerül az egész bronzba. Úgy érzem, hogy egy kicsit már most kezdetét vette valami fajta ilyen különös ilyen elidegenülés, vagy ilyen leválás a látványról, hogy úgy látom a saját kéznyomaimat bronzba, de már úgy rémlik, hogy emlékszem talán rá, hogy mikor dolgoztam ott, de különös, hogy olyan hosszú a megtett út, hogy ahogy az ember mondjuk így visszanéz egy magas hegytető megmászása után a csúcsról, és olyan valószerűtlen, hogy ő ezt így idáig végig mászott. És nyilván az is rájátszik most még erre, hogy teljesen új idegen környezetben. A végleges anyagban látjuk, aminek a plasztikája másképp működik, sok minden felerősödik benne, a fémes csillanások még erősebbé teszik a plasztikáját az egésznek. Teljesen más munkamagasságban látjuk megint, mert jó 2 méter hiányzik belőle, és megszoktam, hogy körülbelül hová kell nekem fölnézni, most meg közelebb van az egész. Nyilván ez már egy olyan részeredmény, ami elég egyértelműen mutatja, hogy mi lesz ebből, tehát itt nem már nincsenek, vagy reméljük, hogy nincsenek már komolyabb meglepetések. Biztos, hogy amikor ez egy 6 méter 45 centis posztamense föl lesz emelve, ott kezdődik a lópatája és a figura feje, az valahol 12 és 13 méter között van, az megint egy olyan olyasmi lesz, mintha szóval még jobban föl fog erősödni az érzet szerintem, hogy így nézni fogom és csodálkozok rajta, ezt tényleg én csináltam, vagy van valami közöm hozzá, tehát erre számítok így előzetesben. Nagytartsai műhelyből átszállítottuk ide vissza a lovira a szobrot. Ennek praktikus okai voltak. Egyrészt a műhely dolgozik tovább, az öntőde működik, és hát ez igen nagy helyet foglaltott el. A másik ok, amiért áthoztuk, az az, hogy a végső összeszerelés után sokkal intimebben tudjuk tárolni a titoktartási kötelezettségünknek megfelelően. Ez egy sokkal védettebb terület, mint egy ipari park. Jelenleg végső összeszerelési fázisok folynak, bizonyos dolgok innentől már visszafordíthatatlanok, tehát amikor alá kerülnek a lábak, akkor így tudjuk beleépíteni ezekhez a lábakhoz képest a belső tartóvázat, tehát ami a ló hengeres testében lesz, az így fogja a felső súlyokat átvinni a lábakon keresztül a posztamensre, és aztán amikor ezzel megvagyunk, akkor fölkerülnek a sallangok, a nyeregtakaró két oldalra, fölkerül a lófarka, az szintén a vázzal egybe kell építeni, a varratok eldolgozásra kerülnek, a bronz plintoszt köré kell építenünk a talpváznak, lesz egy emeléspróba, gyakorlatilag az utolsó simítások vannak hátra, és már csak az a kérdés, hogy mikorra tűzik ki az avatás időpontját.
Figyelj, Boti, most emelj rá! Kossuth tér rekonstrukciójának a szükségessége az már legalább 20 éve evidencia. Végül a 2010-es kormányváltás után jött el az ideje ennek a beruházásnak. Ezek a térfalak, ezek az épületek, ezek mind arra predesztinálják, hogy ez az ország főtereként, a nemzet főtereként funkcionál, és én azt gondolom, hogy a beruházás eredményeként ezt a funkciát be is töltéssel is érte. Azokat a szobrokat kellett visszahozni vagy helyreállítani, amik 1944 előtt a téren voltak. Bár az ostromot követő felmérés szerint a II. Világháborúban a szobor nagy kárt nem szenvedett, az új hatalom az ideiglenes Dunai híd építésekor átmenetileg elbontatta, mivel a pesti felhajtást akadályozta. A Rákosi időkben már szóba sem került a visszaállítása, az akkori állapot felmérés szerint helyrehozhatatlanul megrongálódott. Az anyagához felhasznált mintegy 6 tonnányi bronzot valószínűleg a Sztálin szoborba öntötték, bár ennek nem maradt írásos nyoma. A talapzat márványát az Andrássy emlékmű helyszíne közelében felállított József Attila szoborhoz használták fel. Az Andrássy szoborral kapcsolatban tulajdonképpen nem volt olyan sok vita, csak ez a szokásos a fogás, hogy minek ez, miért nem inkább másra költik ezt a pénzt, stb. De alapvetően Andrássynak a történelmi szerepét, meg ennek a szobornak a művészi értékét senki nem vitatott, tehát ezen nagy vita nem volt. Azt szokták mondani róla, hogy a valaha volt legszebb magyar lovasszobor, és én erősen bízom abban, hogy a megvalósuló rekonstrukció méltó lesz az eredetihez. A bronz lovasszobor az már kész van, és gyönyörű lett szerintem. A posztemes oldalán lévő két jelentős dombormű, vagy inkább szoborcsoport mintázása zajlik. A posztemes pedig faragás alatt áll. Nagyon sok vita volt a részleteivel kapcsolatban, mivel eredetileg csak néhány fénykép maradt meg. Ráadásul vannak olyan részei, mondjuk például a posztemesnek a hátsó része, amiről csak kifejezetten homályos, rossz minőségű fotók vannak, tehát így sok vita volt a szoborbizottságban, hogy hogy is nézhetett ki a szobor, de most már végre kialakult a konszenzus, úgyhogy most már remélhetőleg gyorsan el tud készülni vele a vállalkozó. Hát az, hogy mikor lesz az avatás, azt nem tudom, az nem csak műszaki kérdés. Az egyik forgatókönyv az az, hogy felavatják, úgyhogy rajta van a fő alak, de nincsenek rajta a domborművek. Emellett szó szempont, hogyha most felállítjuk a lovasszobrot, akkor kicsit olyan suta lesz, hogy avatás nélkül itt áll az ország legnagyobb lovasszobra. Másfél viszont az is egy kicsit suta, hogy felavatunk egy lovasszobrot, úgyhogy a posztemes még nincsen kész. Tehát ezek ilyen mérlegelendő kérdések, mert mérlegelő, akinek ez a dolga. Addig nem hoznánk ki az épületből, amíg nincs konkrét haditerv, hogy mikor lesz felállítva. Most már őrzitek, ugye? Még nem őrizzük, mert ott közben felújítás zajlik, és még egyezkednünk kell a generál kivitelezőjével az épületnek. Most az emelés próbát most beszéltük, hogy ez bent fog megtörténni a tető alatt. Tehát azokkal a csörlőkkel is, igen, igen. Van körülbelül 10-15 centi szerintem a feje búvjától a mennyezetig. Tehát, hogy annyit tudunk elő. Tehát kihozni Isten igazából akkor lehet csak, amikor majd tényleg a helyére akkor kell. Van értelme, mert külön most el kell játszanunk azt, hogy csak azért, hogy kihozzuk, levágjuk róla a büsztöt, kigurítjuk valahogy, tehát hogy így azért akkor az egy félnapos műtét biztos, ameddig kiépítjük azt a pályát, mert görgök vannak most pillanatnyilag a plintosz alá, a merevvászhoz görgök vannak felszerelve. Elvileg azon gurul, de ha valahol fölfekszik, akkor azzal még ott fog kellni egy kicsit játszani. Nyilván a lovasszoborról fontosabb, mert akkor az lenne, hogy úgy mennénk neki az ünnepeknek, hogy vége az első azért felvonásnak is a függvénye. Az nem is kell a szoborbizottság, az emlés is nekünk kell látni. De várjál, mert azért most ahhoz, hogy a lovasszoborot az új szerződés értelmében átadjuk ott, tehát az, ami a teljesítésnek számít, az, ahogy jól értettem, kell a szoborbizottság. Nem. A szoborbizottság ezt itt igen jobb adja, az, hogy fel lehetne, mert azt mi nézzük. Az nem, magyarul azt nem kell kettőt összehangolni feltétlenül. Most nézegetjük azokat az arányokat, amikkel tudnak igazítani minket a továbbiakban, mint például a domborművek hogyan fognak rákerülni erre a kő talapzatra. A szép szürke napon én azt hiszem, hogy nekem most ilyen napszaknak és évszaknak megfelelő valami hideg szürke hangulatom van, mert
mert egyrészt egy kicsit el is vagyunk az egésztől fáradva. Valahol a munka kétharmada és háromnegyed része között van egy olyan lankadási periódus, amikor már el van fáradva, de a végeredmény még nincs elég közel ahhoz, hogy felizgassa és lázba hozza, hanem fáradtan menetel egy irányba, és tudja, hogy el kell majd odaérni, ahol majd egyszer csak megint tudja, amikor tényleg közel kerül a végeredmény, és tényleg majd mozgatni, meg szállítani kell, meg az izgalom megint előkerül, hogy vajon ha felrakjuk, hogy fog kinézni, mert számunkra is egy nagy meglepetés lesz, hogy az a tömeg alulnézetből ekkora térben, tehát hogy valami olyat fogunk látni, amit addig még nem láttunk. A műtárgynak az elszakadása az alkotótól abban a pillanatban jön létre, vagy az egyik fontos momentum, amikor így elválik tőled, és nézel rá. Tudod, hogy te csináltad, csak onnantól kezdve elköszön, és beereszti oda a gyökerét, és biztos, hogy van ennek egy ilyen spontán meglepetése, meg varázsa, amikor először felkerül a helyére, ami nem hasonlít a korábbi szemlélődéshez. Itt már tulajdonképpen el van döntve a történet, és az lesz, ami lesz. Csak hát tényleg az, hogy mégis milyen hatása lesz, biztos, hogy furcsa lesz. Ott, ahol mintáztuk, ott nem lehetett azért ilyen helyen, tehát ilyen távolságról megnézni a méretei miatt és az épület méretei miatt. Erre a térre valahogy úgy lett rákalibrálva ez a szobor annak idején, hogy ez ide való, és ezt ebbe a térbe kell működnie, és hát kíváncsian várjuk azt, hogy működni fog-e, vajon ténylegesen lesz-e olyan hatása, mint amilyennek az elmondottak alapján az eredeti volt, vagy hát a fotók alapján, ami úgy érezhető. Érdekes, hogy amióta ezzel a két dombolművel foglalkozunk, meg hát az egész szoborral, az, hogy járulékosan mennyi információt szereztünk erről a korról. Rengeteg dokumentumot végig kellett, hogy nézzünk, főleg azért, mert a dombolműveknél a figuráknak a személyének a kiléte nagyon fontos volt olyan szempontból, hogyha találunk valakire egy jobb fotót, egy jobb valamilyen rajzot, akkor az egész dolognak a hitelességét elősegítette. Akarva akaratlanul az egész történelmi korra egy ilyen komplexebb rátekintést nyertünk és rátekintést kaptunk. Maga a romantika korára Zala Györgyék hogyan érezhették magukat annak idején szobrászként. Egy kicsit olyan, mintha az elmúlt két évben kiszakadtunk volna ebből az egész saját korunkból és a saját szénánkból. Nem funkcionálunk, mint kortárs képzőművész, mert folyamatosan csak ezzel foglalkozunk, és semmi más egyébben. Már lassan ilyen tudathasat állapotba is tud kerülni az ember, mert már nem is nagyon tudjuk, hogy mik vannak a falakon kívül, de ennek ellenére akkor is egy olyan tanulmánynak leszünk a végére, hogy én azt gondolom, hogy az iskolázottságunkat már senki nem kérheti számon rajtunk ezek után. Zala György is a mesterünk volt valahol, vagy legalább egy mesterünk biztos már volt. Nagyon furcsa lesz ebből kikerülni, és biztos, hogy egy nagy űrt fog maga után hagyni, hogyha egyszer vége lesz. Néha egy kicsit jobban el vagyunk kenődve, néha meg nagyobb kedvel csináljuk az egészet, mert megint találunk valami olyan forrást vagy dokumentumot, ami érdekessé teszi, vagy addig nem ismert relációkat állít föl egy-egy helyzetbe. Továbbra is a Kincsen Parkban vagyunk, és 2015-öt írunk, február vége fele járunk. A szobor pedig itt a fejünk fölött égtelenkedik, és várjuk, hogy mikor lesz úgymond befejezve, mert elvileg majdnem kész lenne, tehát mondjuk egy elismerten 95%-os készültségi állapotban van. Kritikus szemmel azt lehetne mondani, hogy nincs még kész, de nyilván azok a fázisok vannak hátra, amiket közvetlenül a szállítást megelőzően kell majd eszközölni rajta, tehát a patinázást, meg néhány utolsó hegesztést, amik miatt az innen való kijutás az csak így oldható meg. Jó ide bejönni, meg látni azt, hogy mit csináltunk és mi jött létre, nyilván egy óriási csapat segítségével. Nyomaszt minket, hogy még a dombolművek elkészülés alatt állnak, és valóban már azért a lendületünk az elfogyott.
vagy fogyóban van legalábbis, illetve nagyon nehéz életben tartani. Kicsit olyan szárnyaszeget hangulatunk van. Tulajdonképpen egy két felvonásos művelet lett volna, és most úgy kellett belekezdenünk a második felvonásba, hogy az első felvonás még nem ért véget. Szükséges egy valamilyen fajta célba jutás. A pozitív megerősítés, vagy a visszajelzés, vagy a sikerélmény az rendkívül fontos lett volna, hogy a második szakasz az egy újabb lendületet és újult erőt kapjon. Igen, erős versenyfutásra voltunk kényszerítve. Tehát úgymond rekordidő alatt kellett teljesíteni mondjuk ennek a mintázását. Emiatt ez ilyen deprimáló, hogy egy nagy hajtás után az a végeredmény, hogy ott van a majdnem kész szobor, és várjuk, hogy valaki mondjon rá valamit, hogy mikor, hová kell tenni, és nagy csend van egyelőre. Mi most a domborműveknek a makettjeit csináljuk, és hát ez egy előtanulmány, de akkor is az ember úgy szereti jobban átgondolni azokat a dolgokat, amiket csinál, és amit gesztikulál a kezével, nem egyszerűen csak nekiállni, és napi szinten rutinból, mint egy favágás tolni végig, hogy odaérjünk. Ha azt az időt megkapnánk, ami tulajdonképpen elveszett a nagyszobornak a felállítása körüli hajcivőbe, akkor megint csak nyugodtabb szívvel tudnánk kitenni valamit arra a térre. Nem váltunk el egymástól, nem látjuk azon a helyén, ahova már 100 milliószor elképzeltük, de még soha nem láthattuk hasonló környezetben, vagy hasonló távlatból sem. Akkor tudnánk egy objektív kritikával élni magunkkal szembe, hogyha látnánk a helyén. Meg ha észre is veszünk valamit, tudjuk, hogy annak már úgy kell maradni, mert már itt nincs lehetőség olyan beavatkozásokra. Ettől a fázistól kell, ettől a 90-valahány százalékostól kell eljutatni a 100%-osig, és hát a szobrász számára akkor teljesedik be a szobor, hogyha először bemutatja, kiállítja, vagy pedig fölrakja és fölavatják a helyén, hogyha köztéri szoborról van szó, akkor történik meg az, amit András mondott, az a levállás, hogy egyszer csak a szobor elkezdi élni az önálló életét, és az ember először kezd el rá kívülállóként tekinteni. A jelenéhez meg a jövőhez már elkezd nem lenni közvetett, már elidegenedik, és akkor valamennyi idő elteltével egy másfajta objektivitással tud rátekinteni. Hát a meglepetés még hátra van, hogy egyszer csak fölkerül azon a hatalmas téren, kétszer olyan magasra, mint ahogy eddig megszoktuk, és olyan aspektusban fogjuk látni, amit eddig még nem láttunk. Ezt már kétségbe esetten várjuk, hogy történjen meg. Nekem már nagyon nehéz ez bármit hozzáfűzni, mert ki vannak lőve a rakéták, és kész. El vannak pufogtatva a golyók. Elfogyott a muníció, vaktöltények vannak még esetleg, de már igazából. Szóval tényleg ez egy kicsit olyan, mint az élet-halál közti állapot, hogy úgy se itt, se ott. Lehet, hogy hasonló volt a kérdés még az agyagmintánál, hogy mikor van kész, és eszembe jutott, hogy ezt a Székely János idézetet, mit poént akkor is lelőttem, hogy a kész dolgok jövőtlenekké lesznek, a kész halála a tökéletesnek, a kész megállt, és tovább nem javul. És most ebben az értelemben tényleg kész van, hogy ez így megállt, ez nem fog tovább javulni, ez most így marad. Sok tanulsága járt egyébként mindenféleképpen. Maga a történet is, meg maga a szobornak az elkészítése is. De most egy darabig lehet, hogy nem csinálunk ilyen nagyméretű szobrot. Nem fogunk vágyni rá legalábbis.